Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. június 24-én, hétfőn pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Így telt az év legrövidebb éjszakája. Elballagtak a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának végzősei. A bajnokság második helyén végzett a kiskörösi LC női csapata. Június 22-én különleges programokkal várta az érdeklődőket az Úttörténeti Múzeum kollektívája, hiszen interaktív nyomozás, színházi előadás, könnyű zenei programok és egy rendkívüli kiállítás színesítette a múzeumok éjszakáját. A Múzeumok éjszakája egy külföldi mintán alapuló magyarországi kulturális rendezvény, amit először 2002-ben rendeztek meg. 2003 óta az eseményt jellemzően Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső szombati napon tartják, mely az idei évben június 22-én került megrendezésre. Az Úttörténeti Múzeum életében már sok éves hagyománynak örvend ezen esemény, mely a tavalyi évben kimagasló érdeklődő számmal valósulhatott meg. Az idei évben is nem akármilyen programokkal készültek a múzeum dolgozói, hiszen egy rendkívüli kiállítás megnyitóval vette kezdetét az év legrövidebb éjszakája. Most egy olyan kiállítást fogunk látni, aminek óriási divatja volt már akár 100 évvel ezelőtt is, és most is reneszánsza van. Ez a kerékpár, vagy hát annyi kerék, amennyi van, de hogy nagyjából egy sor keréken gurulunk. Ugye itt kint látjuk, hogy a trükkös bringák is mindenkinek megnyerték a kedvét meg a fantáziáját, de itt bent, amit látunk, ez egy olyan kis történelmi áttekintés, ami megmutatja, hogy ez a közlekedési eszköz néha egy kicsit több, mint közlekedési eszköz, van, amikor hobbi, van, amikor szenvedély, és azt gondolom, hogy ha ezt végignézzük, akkor mindenkinek eszébe fog jutni, hogy ő a saját bringájával mikor, mit csinált és hol járt, és hogy ilyet látott már, vagy nem látott, vagy milyen jó lenne, ha lenne neki egy ilyen, vagy lett volna egy ilyen bringája. Az est folyamán a kis és nagy érdeklődők számára is adott volt a lehetőség, hogy kipróbáljanak különböző típusú, nem mindennapi kerékpárokat is. Azonban a programok sora még csak ekkor kezdődött, hiszen Kutyifa Anikó írónő egy izgalmas nyomozást szervezett a gyerekek számára. Egy picit olyan, mint egy szabaduló szoba, vagy szabaduló múzeum, ahol a Lord Macskakő által elrabolt bitument kell megmenteni, úgy, hogy a Lord Macskakő naplóját olvassuk fel, és ő vezet végig bennünket a helyszíneken. Vannak logikai feladatok, ügyességi feladatok, de minden állomáson van egy kulcs szó, ami egyrészt vezet a következő helyszínhez, másrészt pedig a végső rejtvényhez vezet. Ezen programok mellett este 8 órakor vette kezdetét a Szilveszter Társulat előadása. A Színi Társulat az idei évben is egy fergeteges előadást vitt színpadra, méghozzá nem más, mint Hámori István. Azt mondják, a Villa üres című darabját tekinthették meg az érteklődők. Mennyire lassan ő? 2-3 hónap, de nem lehet kimutatni. Különben is, mire az első adag méreg után kinyúlvat, hogy nagyság elnős megfogalmazásával éljek. Hát annyi idő telik el, hogy már senki sem fogja tudni, hogy mérkezéstől. Hát még ő se. Ember maga miről beszél? Hát elnyire nincs idő. Most kell, hogy lerendezzem még ebben a pillanatban. Holnap az egész család 2 hétre Marionnamába utkozik. Egy gyógyközeléssel egybekötött üdülésre. Holnap mennek? Hát akkor én otthon jöttem. Ah, megállj, csak megállj. Az éjszakai programok részét képezte még a Bitumen Blues Band koncertje is.
Az est folyamán DJ RPM, valamint a Hét Színvirág Néptánc Egyesület táncháza is nyitva állt a mulatni vágyóknak. Éjfélkor pedig a Szent Iván éji hagyományokhoz híven tűzugrásra is volt lehetősége a programok iránt érdeklődőknek. Isten más-más utat szabott mindenkinek, és kinek-kinek el kell mennie, hogy megkeresse a maga ösvényét. Ezzel a Sík Sándor idézettel kezdte beszédét Grausza Jánosné tagintézmény vezető, a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája végzőseinek június 14-i ballagásán. A megható és emelkedett hangulatú eseményen ezúttal is megtelt az evangélikus templom. Az év eddigi legmelegebb napján a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának 8. osztályos diákjai június 21-én az intézmény zászlaját követve az evangélikus templomhoz vonultak, hogy búcsút vegyenek iskolájuktól. A vendégek köszöntése és a himnusz hangjai után versekkel és zongorajátékkal búcsúztatták a ballagókat a hetedikesek, és a ballagók érzéseit szólaltatták meg a végzősök. A két évfolyam diákjaiból álló kórus utoljára énekel együtt. A kórus éneke és a zászló átadás után Pető Szűcs Mária iskola lelkész mondta el útravalóját a ballagóknak. Isten más-más utat szabott mindenkinek, és kinek-kinek el kell mennie, hogy megkeresse a maga ösvényét. Sík Sándor szavaival kezdte beszédét Grausza Jánosné tagintézmény vezető, az iskola igazgatója. Ma utoljára vagyunk itt, és így együtt. Megvallom, kicsit nehezen készültem a mai napra. A búcsúáhítat után úgy gondoltam, majd szerdán, a műsorotok után fogom megírni ezt a beszédet. Hát, csapdába kerültem. Olyan szép volt tegnap előtt minden, hogy én csak ültem a számítógép előtt, és nem jöttek a gondolatok, csak az érzések kavarogtak bennem. Azért persze megszületett ez a beszéd, elhoztam nektek azokat a gondolatokat, amelyekkel én szoktam búcsúzni. Az igazgató asszony számára is ez volt az utolsó ballagás, hiszen nyugdíjba vonul. Talán ez volt az oka, hogy ezúttal nehezebben találta a szavakat. Búcsú beszédében felidézte a ballagók elmúlt 8 évben átélt élményeit. Szülőnek és pedagógusnak egyaránt büszkeség, amikor elismerések átadására kerül sor a ballagáson. Ebben a tanévben a Kevi általános iskolájának végzősei között sokan voltak, akik a kötelező vagy elvárt feladatokon túl kimagaslóan teljesítettek. Az igazgatóasszony hosszan sorolta azoknak a neveit, akik kiérdemelték a kiemelkedő közösségi munkáért, a kimagasló sport teljesítményéért járó díjakat és az év jó tanuló, jó sportoló díjat, melyet idén Csenki Éva Kata, 8. B-osztályos diák vehetett át. Szilágyi Sándorné tanárnő emlékére gyermekei alapítottak díjat, amelyet idén Kisberdó Marcell, 8. A-osztályos diák érdemelt ki. A Petőfi díjat, mely egy 50 000 forintos junior bankkártya, Tordjik Domán, 8. B-osztályos tanuló kapta meg. Angol és német nyelvből különböző szinteken 18 tanuló szerzett nyelvvizsga bizonyítványt, akik szintén elismerésben részesültek. Grausza Jánosné tagintézmény vezető megköszönte a ballagók osztályfőnökeinek 4 éves munkáját is. A végzős osztályfőnökök pedig az SMK vezetők segítségét köszönték meg. Hagyomány, hogy a ballagás végén a tanárikar is elbúcsúzik a 8-osoktól. A Legyen áldás az úton című dal méltó lezárása volt a ballagásnak.
Kéthetes felkészülés után nagyszabású showval zárult a Magyarország Szépes Szépségverseny. A döntőt a Duna élőben közvetítette vasárnap. A fináléba 15-en jutottak be, köztük két kiskörösi és egy csengődi lány. Közülük került ki a győztes, városunk születje, Kacembak Andrea. Kacembak Andrea lett a 2024-es Magyarország szépe. A vasárnapi döntőn a zsűri szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző 23 éves, kiskörösi közgazdász, grafikus és webdesigner végzettségű lány fejére került a korona. A győztes egy éven át viselheti a Magyarország szépe címet, és képviselheti az országot, és nem mellesleg városunkat a nemzetközi Miss World világdöntőn. A hazai versenysorozatban elengedhetetlen volt, hogy a leendő szépségkirálynő szorgalmas, elhivatott, pozitív és nyitott személyiségű legyen, és jól beszéljen angolul, hiszen a nemzetközi finálén is prezentálnia kell az általa kidolgozott jótékonysági projektet. A zsűri döntése alapján Kacembak Andrea rendelkezik ezen tulajdonságokkal, így az ő fejére kerülhetett a korona. Kiskörösiként többszörösen is okunk volt a büszkeségre, hiszen a legszebb 15 lány közé még egy kiskörösi szépség is bekerült, a 20 éves Csipak Zsuzsanna, aki jelenleg Budapesten tanul a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg szakképző intézményben gyógyszertári asszisztens szakon. Az esélyesek között várta a vasárnap esti döntőt a csengődi születésű 23 éves Geiger Zsanett is, aki a két kiskörösi lányhoz hasonlóan középiskolai tanulmányokat városunkban végezte. Már harmadik éve él Budapesten. Életének nagy részét a tánc tölti ki, mellette egy konditeremben dolgozik, és már 13 éves kora óta aktívan modellkedik. A győztes Kacembak Andrea egy éven át fontos feladatokat lát majd el, járja a világot, felhívva a figyelmet fontos emberjogi és környezetvédelmi problémákra, és jó szolgálati nagykövetként sokat tesz számos társadalmi ügy előre mozdításáért. Kiskörösiként nagyon büszkék vagyunk mindhárom lányra, és kívánjuk, hogy teljesüljenek álmaik. Június 21-én 12.8. és 3.12. osztályos diák búcsúzott el a Ballagáson iskolájától, a Kiskörösi Egymitől. A Ballagással egy időben tartott tanévzáró ünnepségen elismeréseket adtak át a diákoknak és a pedagógusoknak, valamint elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló Lovász Editet is. Június 21-én 12.8. és 3.12. osztályos készségfejlesztő iskolát elvégző diáktól búcsúzott a Kiskörösi Egymi. A ballagókat a 7. osztályosok és Saffer István, az intézmény vezetője búcsúztatta az iskola tornatermében. Kedves ballagó, búcsúzó diákok! Bizony gyorsan elszállt az itt töltött idő, a legtöbben majd csak felnőttként ébredtek majd rá, hogy az iskolás korszak volt a legszebb, legfelhőtlenebb időszak az életetekben. Most kérlek benneteket, idézzétek fel azt a pillanatot, amikor megilletődöttem, először léptétek át az intézményünk küszöbét. Gondoljatok a sok-sok szép emlékre, melyben remélem bőven volt részletek, és ne feledjétek, hogy ezek az emlékek kötnek majd össze bennünket. Útra valóul mit is rakhatnánk tarisznyátokba? Mi marad veletek, ami támaszt nyújthat? Úgy gondolom, intézményünk szellemisége, amit magatokkal vihettek. Azt, hogy a problémák, a feladatok megoldása együttműködéssel, egymás segítésével sokkal könnyebb. Saffer István intézményvezető arra tett ígéretet a most elballagó diákoknak, hogyha a jövőben szeretnék megosztani velük sikereiket, akkor az intézmény ajtaja mindig nyitva áll előttük. Szeretettel fogadják őket bármikor egy jó beszélgetésre, a szép emlékek felidézésére. Azt kívánta, hogy sikerrel vegyék az akadályokat és élni tudjanak azzal a szellemi útravalóval, amelyet az iskolából visznek magukkal. Az intézményben hagyomány, hogy a ballagással egy időben tartják a tanévzáró ünnepséget is, ahol idén is elismeréseket adtak át a pedagógusoknak és a diákoknak. A jövő nemzedékért végzett kimagasló nevelő oktató munkájáért díszoklevelet vett át Fazekasné Tatai Renáta. A Kiskörösi Tankerületi Központ elismerő oklevele díjat Stencelné Bencsik Amália és Kis Diána vette át. A tanévzáró ünnepségen elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló pedagógust, Lovász Editet. Lovász Edit az a pedagógus, aki méltán állhat követendő példaként mindenki előtt, elhivatottság, kreativitás, folyamatos szakmai megújulás, kitartás, együttműködés és
és lelkiismeretesség terén. Ezúton köszönjük áldozatos munkáját, a következő nevelési évben már nyugdíjaztatását megelőzi, felmentési idejét tölti. Intézményünk gyermek, dolgozói és szülői közössége nevében köszönjük a 4 évtizedes elkötelezett munkáját. Az eseményen a Kiskörösi Egymi Intézmény vezetője Saffer István a több mint 3 évtizeden át a gyógypedagógiáért, a fogyatékkal élők mind szélesebb körű társadalmi elfogadásáért végzett helyi, regionális és országos szintű tevékenységéért miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Vezetőként mindenkor az alázat, a kitartás, az önfeláldozó magatartás, a kollégákkal, gyermekekkel és a szülőkkel szembeni tisztelet és együttműködési készség határozta meg pedagógiai munkáját. Az elismeréseket Vágó Ferencné, a Kiskörösi Tankerületi Központ igazgatója adta át. A pedagógusok után a diákok is elismeréseket vehettek át a 2023-24-es nevelési évben végzett munkájukért. Az intézmény diák önkormányzata minden évben megválasztja az év diákját, mely elismerést idén Hirs Enikő, 8. osztályos tanuló kapta, és ő vehette át az év sportolója díjat is Kuti Zoltántól. Az ünnepség után a diákok az osztályterme melyikben átvették a bizonyítványaikat. A Kiskörösi LC női csapata a Vármegyei első osztályú bajnokságban szerepelt a 2023-24-es szezonban. A lányok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, így a tabella második helyén végeztek a 4 csapatos bajnokságban. A Kiskörösi LC női csapata a Vármegyei első osztályú bajnokságban mérettette meg magát a 2023-24-es szezonban. A lányok számára május 4-én a Bugac KSE elleni mérkőzéssel véget ért az idei bajnokság. 4 csapatos bajnokság indult, aminek valamilyen szinten nem örültünk. Bíztunk benne, hogy még 1-2 csapat talán csatlakozik hozzánk, vagy egy másik megyébe álltunk benne, ahol több csapat van, de ez így alakult, hogy maradt Bács megye 4 csapattal. Jól indult a rajt, mert 4-ből 4 meccset megnyertünk. Akkor igazából felcsillant a remény, hogy hát most idén megszorongatjuk a Kecskemétet, és meg lehet a bajnoki cím is. És szinte most mondhatni, hogy végig ott volt a remény, még az utolsó előtti fordulóig is. A kiskörösi lányok számára ott volt a bajnoki cím megszerzésének lehetősége, azonban a kecskeméti LC elleni találkozón vereséget szenvedtek, így a második helyen végeztek. Reálisnak érzem a második helyet, viszont volt 1-2 mérkőzés, ahol nem feltétlen a legerősebb kerettel tudtunk fölállni, vagy volt több hiányzó is, de nyilván a Kecskemét az egy erősebb garnitúrával rendelkezik, többet is tudnak edzeni, van utánpótlásban is kiemelt bajnokság, a csapatuk is onnan is tudnak hozzájuk visszajátszani, és ezek mellett én úgy gondolom, hogy reális a második helyezés. A bajnokság gól királya Dobák Szabina a Kiskörösi LC játékosa lett, aki a 12 lejátszott mérkőzés során 7 találatot szerzett. Makó Zsolt elmondta, hogy a csapat többi tagja is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A csapat összetétel szerintem úgy jó, tehát kiemelkedő, nyilván minden meccsen volt 1-2, aki húzta a csapatot, de lehet mondani, hogy majdnem minden meccsen más volt, aki jó teljesítmény nyújtott, de ha azt nézzük, hogy második helyen végeztünk, így mondhatni, hogy mindenkit meg lehet dicsérni. A lányok számára az érmeket, a kupát és a gólkirálynak járó elismerést június 14-én Filus Tibor, Kiskörösváros önkormányzata kulturális, turisztikai és sportbizottságának elnöke adta át a klub szezonzáró összejövetelén. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Így telt az év legrövidebb éjszakája. Elballagtak a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának végzősei. 2024-ben a kiskörösi Katzenbach Andrea lett Magyarország szépe. Tannévzáró és ballagás a kiskörösi egymiben. A bajnokság második helyén végzett a kiskörösi LC női csapata. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően sportközvetítésünk következik,
melyben a kiskörösi NKSZ-SR csapata és a Mize KC gárdája mérkőzésének ismétlését tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!